Városunkban gyakran járhatunk egy-egy híres történelmi szeméről elnevezett utcán. Ilyen a Battyány utca is a városközpontban. Az utca a 42-es főúttól egészen a Városi Bíróságig tart, nevét gróf Battyány Lajosról, az első magyar miniszterelnökről kapta. Az utca képét jelentősen meghatározza az út végén található református templom, ami már a Kálvin tér része. Az itt élő emberek még emlékeznek a kezdetekre, ide költözésük időszakára. 1970-ben vettük a telket, és 71 óta, 1971. szeptember óta lakunk itt. Én úgy emlékszem rá, hogy először is a víz jött, és azután jött a gáz, és talán a szennyvíz. Hamarabb volt a köves út, mint a szennyvíz. 94-ben volt a gáz, ha jól emlékszem rá. Talán még azt tudnám ezekkel a fákkal a kapcsolatban, hogy itt egy hatalmas nagy fák voltak, amelyek ugye nem idevalók voltak, és kivágták, és most valami nagyon szép kis díszes fákat ültettek. Hát reméljük, hogy ez már hangulatosabbá teszi az utcát. Iványi Józsefné közel 40 éve lakik itt. Nagyon sok kedves emléke van az utcában történt eseményekről. Kérésünkre felelevenítette a számára legkedvesebbet. Régebben a közlekedés nagyon kevés jármű, autó járt itt, viszont az itteni gyerekek, akik már ugye felnőttek, már nagyok, azok egy-egy focipályát csináltak, tehát kimondottan jó volt a templom környéke is a gyerekeknek a játszás terén, viszont a köves út nem volt, úgyhogy nyugodtan focizhattak, cicázhattak, játszhattak itt, és de akkor is jó volt itt lakni, jó volt itt lenni mindenféleképpen. Talán az, hogy hát most a gyerekekkel kapcsolatban esetleg azt tudnám mondani, hogy itt volt egy kis foci csapat, és akkor ugye hát közel volt az ablak, ez az amaz, egyszer kiütötték az egyik ablakot, és olyan aranyosak voltak, hogy jöttek, hogy mibe kerül, mennyibe kerül, ők összerakják a pénzt, és kifizetik. Mondtuk, hogy biztosítva van a lakás, nem kell, majd a biztosító kifizeti. Az utcában vannak egészen régi építésű házak is. Az egyik ilyen régi kertesházban lakik Egri Gyuláné. Valamikor a háború előtt épült ez a ház, és évekig Hornyák Lajos szívvízüzeme volt. Azt hiszem, hogy 62. augusztus 20-án költöztünk ide, és azóta nem tudunk innen megválni, pedig máshol is van egy kis házunk, és mindig csak hazajövünk, mert ez az otthonunk. Ez egy szikvízüzem volt, mindenki ismeri ezt a kis házat, mert ezt a részét ugye azért nem tudtuk lebontani annak idején, mert zárolva volt az utca, és itt maradtunk örökre, így, hogy nem tudtunk már, akkor anyagiak nem voltak, hogy újjáépítsük, amikor felszabadult. Ez a ház háború előtt épült, nem tudjuk megmondani, kutattam utána, de nem tudjuk. Zsófi néni emlékei szerint kezdetben nagyon kevés ház volt az utcában. Az eltelt évtizedek alatt épültek fel sorban a lakóházak. Kiváló pedagógusok laktak és laknak a mai napig itt, például az utca végén épült ikerházban. 70-ben készült. Itt egy óriási nagy ház volt, nagy nártetős ház volt, ahol mikor a nagymamám, a 82 éves nagymamám eljött, mikor ide költöztünk, azt mondja, jó Isten Zsófikám, hát te az én iskolám mellé került. Itt járt iskolába annak idején. Egy igazgató volt a Pálfi Sándor, és akkor a felesége, Pálfina, az pedig a ipariskolának volt a matematikus tanára. És igen, itt a másik oldal, ez is pedagógus volt, mert Kincses Laci bácsi tavaly halt meg, pontosan most egy éve. És a felesége is, az is pedagógus volt valamikor. Itt 70, hát nem tudom pontosan megmondani, 60 körül, mert utánunk ez is, az is, akkor az a nagy sárga, az körülbelül 3 éve épült. Akkor a mellett a Lazányi bácsiéké, az a szürke tetejű, na még az egy olyan régi lakás, mert ott is a régi lakás helyett építettek újat. Uh-huh. Itt ez a másik oldal, itt a mellettünk levő Nagy Sándor bácsiék, azok is borzasztó régen laktak itt, úgyhogy ők a törzs, meg a kedves szomszédaink.
és utána itt mindet lebontották, mert volt itt egy szeretett otthon is, egy gyermek szeretett otthon. Az utcában sétálva emlékezhetünk még dr. Faragó András járásbíró házára, vagy akár az utca elején lakott Abadin bácsi cukrászmesterre. Itt sarkon például dr. Faragó András, aki a járásbíró, városbíró volt, egy végtelenül közvetlen, egy nagyon jó természetű, segítőkész ember volt, akit talán még mondhatnák, és még Dészabó Lajos, sajnos már egyik sem él, ő is egy végtelenül jó szomszéd volt, és hát azt hiszem ő a Petőfi iskolába volt igazgató helyettes évtizedeken keresztül. Nem volt sokkal kevesebb ház, talán az ikerház épült valamikor, TS ház volt, az az ikerház nem volt meg. A többi ház már megvolt, a Pékség helyén volt egy nagyon aranyos kis kupolás kis ház, egy nagyon idős házas pár élt benne. Mellettük lakott Abadi bácsi, a régiek biztos is emlékeznek rá, cukrász volt a bácsi. Neki volt ott a kis mézes kalácszerű háza, nagyon aranyos volt. Érdekessége az utcának, hogy egy időben építési tilalmat adtak ki rá. Az akkori városvezetők megtiltottak itt mindenféle építési munkálatot. Mi nagyon régen, 69-ben költöztünk ide, akkor kezdtünk építkezni, tavasszal és ősszel ide költöztünk. Hát akkor még teljesen más volt az utcakép. Sajnos azok az idős emberek már nincsenek köztünk, akik itt éltek, mikor mi ide költöztünk. Volt egy időszak, amikor építési tilalom volt rá, és akkor sajnos több házat le akartak bontani, de már nem kaptak új házra építési engedélyt, és akiket ez érintett, az nagyon zokon vették. Később feloldották ezt az építési tilalmat. Körülbelül 86 volt akkor, már nem emlékszem pontosan, mert azt hiszem ezt a részt, ezt az oldalt nem érintette, csak a szemközti házakat. A Batthyány utca lakói kedves közvetlen emberek, akiket megszólítottunk, örömmel válaszoltak, és elmondták, szeretnek itt élni a város szívében. Én itt születtem Batthyány utcán, és itt is nőttem fel minden. Nagyon szerettünk itt lakni. Nem mennénk-e másfele? Hát még központban vagyunk jóformán, mert itt van közel. Tényleg akármi, mindes pár, most meg vagy, hogy megcsinálták ezt, meg azt már végképp, hogy tényleg itt van a udvar lábunkban van. Nagyon szeretünk itt lakni, nem tudjuk. Varázs. Én 10 éve lakok az utcába. Csendes kis környéknek tanálom. Biztonságosnak is, központban van, közel esik hozzánk minden, úgyhogy én szeretem nagyon. Barátságosak az utcabeliek, úgyhogy tényleg jó kis utca. Nem válnék meg ettől az utcától, mert 10 év alatt én úgy gondolom, hogy a szívemhez nőtt nagyon, meg a másik ugye, hogy a központban van. Tehát ide terveztünk, ugye, úgyhogy én itt szeretnék megöregedni. Nagyon jó itt lakni, mivel hogy itt vagyunk a központba, közvetlen minden, közel van, és szerintem ez nagyon szép utca. Itt van a református templom, és hát ennél jobb helyet nem is tudnák elképzelni. Az önkormányzat nemrégiben újította fel az utca első szakaszán található köves utat. Az itt élők pedig megosztották riporterünkkel, szerintük mit lehetne még fejleszteni, felújítani. A köves út. Talán inkább az kellene, meg a templom körül is a parkolót, egy parkolót csinálni, ahol kényelmesebben tudjanak parkolni az autókkal, mivel hogy itt van az iskola is, nem messze, és nagyon sokan hozzák reggel a gyerekeket autóval. Én ajánlanám olyan utcának, hogy sétáló utcának. A kisgyerekek is ott járnak az utcán, vagyis már ott a úton járnak, de hát járhatnának itt is, hogyha egy kicsit nem lenne ilyen forgalmas. Talán még az lenne a jó, hogy elég nagy forgalom van itt, ha egyirányosítanák ezt az utcát. Mert ugye közlekednek itt fiatalok, akik nagyon lendületesen haladnak keresztül ezen a pici szakaszon, és bizony, ha gyerekek kiszaladnának az útra, az nagyon veszélyes lenne.
Az utcában jól megférnek egymás mellett a régi és az új építésű lakóházak egyaránt. Az itt lakó emberek békességben élnek egymás mellett, az utca pedig méltóképpen megemlékezik neve viselőjéről, hiszen 2007. októberében gróf Batthyány Lajos születésének 200. évfordulója alkalmából Püspökladányváros önkormányzata és a Városvédő Szépítő Egyesület az első felelős magyar miniszter tiszteletére kopjafát helyezett el a református templom kertben, melyet Nagy Sándor fafaragó mester készített.